És Dóri előtt hány hosszú kapcsolatod volt? Folyamatosan az volt. Igen, mindig hosszú? Igen. Mindig kerestem a stabilitást, mert azt a fajta munkatempót, fegyelmet csak úgy tudom csinálni, hogyha én is fegyelmezett vagyok. Tehát, hogyha én elkezdenék kimaradozni esténként, nem tudni felkelni másnap, fejfájással, stb., akkor nem tudnék csúcs teljesítményt hozni. De kapcsolatfüggő vagy? Én régen az voltam. Az voltam? Most már nem. Bár, ugye, nem tudom, most voltam szingli kb. Egy évet, amikor hazaköltöztem Magyarországra, és körülbelül fél évig ment az, hogy igazából csajoztam. És annyira meguntam. Annyira meguntam, hogy én alig vártam, hogy végre legyen valami, hogy ne züllés legyen, mert én úgy éltem ezt az egészet meg, ugye, hogy átjön egy csaj, tipikus forgatókönyv, másnap már nem beszélünk, és utána összerámolni a lakást, másnap este megint randizok egy csajjal, és akkor ezt nyomni. De hogy, social media, vagy hogy alakítottad ki a randit? Hát azért nem feltétlenül. De hol ismerkedtél? Bárhol. Hát pont hát ez oda ment az utcán, és elkérted a számát, vagy a nevét, és akkor elkerestél, és ráírtál? Hát az igazság, hogy azért sajnos már nem olyan időket élünk, ugye, hogy a férfiaknak kell a nőknek udvarolni, és ugye az, hogy elkezdtem... Általában rád írtak. Hát az, hogy elkezdtem képernyőn lenni, ugye az egy olyan dolgot csinált utána, hogy igazából bárhova mentem, bárki vevő lett volna arra, hogy megismerjen. És egy ideig ezt ugye kihasználtam, de utána nagyon nagy ürességet éreztem magamban, hogy tudtam, hogy ez nem jó. És akkor utána ugye vágytam arra, hogy legyen valaki, aki ugye azt a stabilitást visszahozza. És a Dórival ugye én nem azért kezdtem el írni, mert hanem úgy voltam vele, hogy akkor megismerem a Dórit, aztán lesz, ami lesz.